Mikulás ház várta az érdeklődőket a Városháza téren. A rejtélyes és jószívű Mikulás december 6-áig várta a fiatalokat, akiket apró ajándékokkal lepett meg. Bár rendkívül sokan látogattak el hozzá, stábunknak lehetősége volt néhány gondolat erejéig beszélgetni a nagyszakállúval. Az az igazság, hogy nagyon jó, nagyon kellemes időben jöttek, mert most épp nincsen sor a Mikulás ház előtt. Nagyon sok gyerek volt már ideg, ugyanúgy, mint tavaly előtt és évekkel ezelőtt, aranyosak, ügyesek, okosak. Mások az elvárások, mint voltak, de nagyon ügyesek, nagyon aranyosak a gyerekek. Úgyhogy virgácsot nem is hoztam magammal, csak szaloncukrot. Az ajándékhozó elmondta, egy igazán kedves élménnyel is gazdagodott egy osztály jó voltából. Meglepő volt számomra az egyik osztály. Bejöttek ide a sátorba, a tanítónénivel, mindenkivel, együtt, ahogy szoktak, énekeltek, beszélgettünk, megkérdeztem, ki a legjobb tanuló, kinek mi a kedvenc tárgya, elmondták, beszélgettünk egy kicsit, és utána mondtam, hogy na gyerekek, akkor most ma puttonyból, mert sokan voltak, nem egyenként adtam, mindenki vegyen ki annyi szaloncukrot, amennyit szeretne. Gyerekek oda szaladtak hozzám, körbefogtak, egy szem cukrot nem vettek el, csak engem öleltek meg. Nagyon aranyosak voltak. A Mikulás útravalóul jó tanácsokkal is szolgált a gyerekeknek. Készüljenek fel a jövő kihívásaira, tanuljanak sokat, sajátítsanak el minél több ismeretanyagot, mert abból lehet a jövőt építeni. Én bízom benne, hogy boldogabb jövőjük lesz, mint ami most van. A Városháza téren szervezett adventi forgatag rendkívül népszerű, számos kiváló program várja az érdeklődőket. Az itt megvalósult kezdeményezésekről készült írásos összefoglalókat és képgalériákat a Dunaújváros online-on tekinthetik meg az érdeklődők.